ott. Az ott, az ott, aki most mutatja, ott, 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 igen. Az a kis kufi. Hát vékony séftől nem szabad, igen, nem szabad semmit kérni, nem? Hát hát néz az ki? Láttatok már olyat, amik ilyen káka belül. Ott, ott nem szabad enni. Mesterségünk címen, nem? Igen. Tehát úgy érzitek, hogy elég kövérek vagytok ahhoz, hogy jól főzzetek? És valamelyikük közülük még jól is iszik? Igen, nem mondod. Akkor... Na nézzek, üresen az asztaloska. Mi? Most nem merni. Gyerekek, remélem elég jól fizettek itt Bükkfürdőn, hogy egy-két sört ki tudjatok kérni. Na. Na, Bence. Na, hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sokan vannak itt a Gasszó színpadnál. Igen, mert Bíró Lajossal legutóbb én Budapesten a konyha kiállításon találkoztam, és ott mindig vannak szervezett nézők, akiket beültetünk. Abszolút, így van. Fizetett nézők, csak ők fizetnek, hogy be tudjanak jönni nézni Bíró Lajost, de most ez teljesen ingyen, abszolút barátilag, gratisban nézőknek, úgyhogy becsüljük meg. Így, ahogy elnézem, nyugodtan kérhettem volna tőletek pénzt is egyébként. Na, úgyhogy... Említettem ma már többször, hogy aki egy picit is foglalkozott már a gasztronómiával, biztos vagyok benne, hogy találkozott már Lajosnak a nevével, illetve az ikonikus Bob Bistróval, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntjük őt itt a Gasztó színpadon. Egy ilyen kis teljesen spontán kitörő tapssal üdvözöljük most. Nagyon köszönöm! Ez szeretem, amikor ki van provokálva, hiszen egyébként tudod, hogy... A jó fej a Lajos tapsolját, csak meg egyébként, igen? Igazából figyeljük el, hogy kik tapsoltak, mert csak azok egyébként, kapnak majd kóstolót tőlük, nem? Egyébként, igen. Egyébként. A lényeg az, hogy amikor fölkértek erre ide, erre a hülyeségre, akkor két választási lehetőség volt. Azt mondtam, hogy választottak abba, hogy megmutassam itt a bükkfürdőieknek, hogy kezdjük sokkal a mi estét kívánok. Fantasztikus, megmondom őszintén egyébként. És megmondom őszintén, nem a tetkóra figyeltem egyébként. Gyerekek, ügyesek vagytok egyébként. Oké. Okay. Te csajod? Ő csajod, igen. Ő a bőgős. Hozz vissza! Ő a bőgős a zenekarban. Ő a bőgős, oké. Ami nem úgy, hogy érzékeny és sír, hanem hogy bőgőzik. Tehát két variáció volt. Mondtam, vagy megmutatom azt, hogy hogy lehet jól bográcsozni, és hogy lehet egy ilyen bulira előkészülni. Ugye a bográcsozás, és mivel nem ezt kérték, ezért elmondom, jó? Okay. Tehát, a bográcsozásnál ugye sokan bográcsoztak itt közületek, már akik ülnek, ugye a szisztémát egyébként 90%-ban tudom. Meg elkezdünk főzni már délben, mert délután 5 óra fele jönnek a haverok. Délután 4 órára körülbelül elkészül a pörkölt, akkor lezárjuk. És ott hagyjuk a bográcsba. Én most szembesültem ezzel Békés megyében, Mezőgyámba, én egy öntött vas bográcsot kaptam. Ha hiszitek, ha nem, még 1 és 1/4 óra múlva még főtt a pörkölt. Ugye? Na most ott hagyja, tehát amikor majdnem kész van, ezáltal szarrá főzi egyébként úgy, ahogy van. Majd utána fogja, és jönnek a vendégek 5 órára. 4:30-5 rámelegít, ugye? Közben Pisti telefonál, hogy bocs, de én kések. Akkor elzárja. Majd utána jön 17:30 a Pisti, 17:30 megint alá gyújt. Ha ez marha pörkölt, és ezzel tudom a legjobban kép mutatni az egészet, ha marha pörkölt a dolog, akkor ilyen szálasra fő az egész. És elmondom, hogy hogy lehet, jó? És ezért nem kell fizetetek semmit, jó? Oké. A többiért majd igen, de most ezért nem. Tehát, a marha pörköltet megfőzöm, úgy, ahogy szoktátok, mindenki, nem kell tudományoskodni vagy alap. Amikor majdnem készen van olyan 80-90%-os, hozzárakok pluszba egy kis vizet, egyet még rottyantok rajta, egy szűrővel, én egyébként ezért szoktam használni a kínaiaknak, amivel a fritő, a bőolajba sütnek, ez ilyen nagyon ritka ilyen kanaluk van. Azzal kiszedem a húst egy tepsibe. Majd utána egy zománcos leves szűrőn leszűröm a szaftot. Utána fogom, a szafttal elkezdek játszani. Ha akarom, fölhigítom, ha akarom, sűrítem, ha akarom, sózom, azt csinálok el, amit akarok. Úgy gondolom, hogy a szaft jó. Visszaöntöm a bográcsba. És leszarom, hogy mikor jönnek a vendégek. Nincs jelentősége a dolognak, ugyanis amikor megjöttek a vendégek, alá gyújtok a szafnak,
közben iszunk egy-két fröccsöt, utána ugyanúgy néztek ki, mint én most, és utána, amikor úgy érzem, hogy ez rendben van, belerakom a húst, és 5 perc múlva tökéletes minden. Tehát ilyen egyszerű ez a dolog. Most a másik nagy kedvenc, ugye a lecsó. Hogy szoktátok csinálni a lecsót? A lecsó úgy készül egyébként, zsiradék, van, aki rak bele szalonnát, vagy kolbász, van, aki nem, teljesen mindegy, majd utána finomra vágott hagyma. A finomra hagymát, fágott hagymát elkezdem pirítani, majd utána beleteszem a paradicsomot, azt is szarrá főzöm. Majd utána ráteszem a paprikát, az is apró kockára van vázva, és akkor egy ilyen mázgát összerakok az egészbe. Nálunk mi úgy hívjuk egyébként, hogy fordított lecsó, a kínaiaknak a szisztémájából loptam el. A lényege az egésznek az, hogy fogom, és a szalonnát vagy a kolbászt kisütöm előre. Utána félreteszem a lábast, és jól figyeljetek, 4-2-1. Ennyit azért mindenki meg tud jegyezni, ugye? Tehát 4 rész paprika. A paprikát egyébként, most itt, gyere ide rá, ilyen egyszerű a dolog. Én nem dobom ki a csumát, mert ne, szegény családból származom. Ennyit csinálok, csak így, 1-2, ennyi, és középen 2. Ebből 4 részt belerakok a kolbászra vagy a szalonnára. Utána ugyanúgy ráteszek egyébként, ilyen vastagra szeletelve, ettől mindenki elájul egyébként, hogy a szakács hogy szeleteli a hagymát. Higgyék el, 2 hét alatt meg lehet tanulni egyébként, ez nagy lószal egyébként. De akárhány ilyen főzősó vagyok, mindenki hagyad magát, és azt mondja, hogy hogy vágja a hagymát, vagy valami. Nem érdekes. A hagymából rakok 2 részt. A hagyma és a paprika közé berakom a fűszert. Nem osztom az észt, ugye, hanem azt mondom, hogy úgy fűszerezi mindenki, hogy szeretné. Majd a tetejére rárakok egyrészt paradicsomot. És ezt fogom, és így félreteszem. Ezt megcsinálhatom már délbe is egyébként. Ha akarom, berakom a hűtőbe. Attól függ, kinek milyen affinitása van. Majd utána, akkor megjönnek a vendégek, amikor az első fröccsöt csinálom, akkor ennyit csinálok csak. Ide teszem, közép, se takarék, se erős lángon. Ráteszek egy fedőt, közben elkezdünk kiszogatni. Ugye, ha okos az ember egyébként, akkor vannak ezek a tojásfőző órák, akkor ilyen 10-12 percre beállítom az órát, amikor csörög, akkor leveszem a fedőt, megkeverem, gyerekek, 2-3 percet még rotyogtatom, hogyha sok leve van, ha nincs sok leve, akkor nem is rotyogtatom. Kész, ennyi. És kész a lecsó. És mindig tökéletes a dolog, ugye? Tehát itt egyébként a Liviáik ugye kérdezték, hogy mit fogsz itt főzni, Lajos? Hát mondtam nekik, hogy ha én 67 évesen olyan hülye lennék, hogy most itt kezdek el délután ebben a rohadt melegbe főzni, akkor nagyon nagy baj lenne. Ugyanis előkészülünk a dologra. És szeretném bemutatni önöknek, vagy nektek, teljesen mindegy, vagy nem mindegy, de... Szektorben vagyunk, tegeződhetünk. Tegeződjünk, jó, oké. Okay. Ahogy elnézem a társaságot, én vagyok az öregem, sajnos. Tehát, nagyon durva, hogy 67 éves, nem? Nem igen. Látszik rajta. És még igen. Minden héten szexelek, gyerekek. Ezt azért hozzáteszem, és a Viagrát életemben egyetlen egyszer vettem be. Akkor is Minden héten. És nem mindig az asszonnyal. Várjál, sajnos most már csak az asszonnyal egyébként. Ugye, a negyedik feleségem nem észtem, tehát nem vagyok egy példás családapa, tehát a családi szisztémát nem rólam mintázták, ez biztos. A lényeg az, hogy ma szeretném megmutatni nektek a paprikás csirkének a verzióit, hogy működik ez az egész dolog, ugye? Nem szeretem ezt a kifejezést, de most nem tudom másképp mondani egyébként, hogy vidéken, hogyha elmegyünk, akkor a paprikás csirke a következő képen néz ki. Ugye megcsinálják a csirke pörköltet, azt mondja, hogy így. Tehát most fogjátok látni ezt a fantasztikus dolgot, hogy vág hagymát egy szakács. Egyébként az a hülye szakács, ami nem tud hagymát vágni, az már vissza is mehet. Ez a maximum egyébként, amit a mai szakácsok tudnak. Túl sokkal többet nem. Egyébként. Ugye?
de el vannak ájulva maguktól, és amikor jönnek munkafelvételre, az első kérdés. Tessék! Itt az első sorba, tessék! Mi az első kérdés szerintetek? Én sejtem. Mennyi a pénz? Így van. Vagy a következő kérdés, szakácsok? Na, séfek? Na? Mennyit kell dolgozni, érted? Mennyi szabad nap van? Érted? Ennyi? Tehát az, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy ez le van szarva, ez nem érdekes, az első a lóvé egyébként, ugye? Tehát, borzasztó egyszerű a világ egyébként, ugye? Megfogjuk. Ugye, azért látjátok, hogy én úgy nőttem föl, hogy semmit nem dobok ki. Tehát, egy paprikából ennyi van kidobva. A kínaiak azt szokták mondani, hogy ami nem föld, az minden felhasználandó. Nem dobunk ki semmit. Ezáltal, ugye, most csinálunk egy pörkölt alapot, ezt minden hülye tudja, egyébként ezt nem kell különösebben variálni, ugye, de a lényege az egésznek az, hogy, és ilyenkor jöhetnek a szofisztikált dolgok. Azt mondjuk, hogy a paradicsomot meghámozzuk. Kivesszük a belsejét. Ezeket lehet fokozni egyébként, vagy valami. Ha ezt jól marketingeljük egyébként, akkor ez tökéletesen működik. Egyébként, mert akkor a vendég egy kicsi sznob velünk együtt egyébként. És akkor ezek a dolgok, ezek működnek, vagy rátolunk egy kicsikét, így. Oké. Tehát a lényeg az, vidéken következő módon csinálják a dolgot. Csinálnak egy csirkepörköltet, és fogják, és rátesznek egy kanál tejfölt, a tetejére, mikor kitálalják, és azt mondják, egy csirkepaprikás, a nagy lótúrót. Ez nem csirkepaprikás, ez egy csirkepörkölt egy kanál tejföllel. A csirkepaprikás az úgy néz ki, hogy amikor majdnem készen van a paprikás, vagy ha pörköltet csinálok, ugye megint az, amit a marhánál meséltem, a pörköltél az van, hogy kiveszem a húst, leszűröm a szaftot, beállítom, visszateszem, és majd eladom. Általában el szoktam adni. És ugye a paprikásnál kiveszem a húst, belerakom a tejfölt, én úgy szoktam egyébként, ez ízlés kérdése, nem kell követni, hogy minden olyan dolgot, amiben tejfölt rakok, 40-50%-ban tejszínezem is. Tehát, hogy a tejszín egy kicsit sejmesíti, egy kicsit kellemesebbé teszi az egészet. Ezt hozzáteszem az egész trutyihoz, és utána fogom, belelököm a turmixba, mi azt mondjuk, hogy termomix, mert az 400 ezerbe kerül, nem annyiba, mint egy turmix, ugye? És ezáltal utána fogom, és egy szűrőn leszűröm. És ez lesz, erre gyere rá, légy szíves, ez lesz, amit most láttok, ez az a krémszerű paprikás mártás. Ez az a rohadt paprikás csirke, amire egyébként várnánk, ugye? Tehát megfogjuk, és utána, amikor mind a kettő kihűlt, összerakjuk, levákumozzuk, mert ma már egyébként a hülye szakács csak zacskóba főz egyébként, ugye? El vannak ájulva, hogy szuvid, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan egyébként, de ha valami pozitívot hozott a szakmánkba, akkor ez a zacskózás. És nem a szuvid a lényeg, ugye a szuvid egyébként, ugye alacsony fokon, alacsony hőfokon való főzés egyébként, hanem a lényege a sterilizálás. Tehát, hogy oxigén nélkül rakom el az ételt, és fantasztikus dolgokat tudok belőle csinálni. És utána semmi más nem csinálok egyébként, mint ezt a paprikás mártással tálalom föl az ételt. Na, ilyen egyszerű ez a dolog. Most eljutottunk az alapokig, ugye? És itt az első sorban tetszik érteni? Jó, oké, jó. Jó. Tehát, azért egy kicsit előkészültem. Jó? Tehát csinálunk egy ilyet. Tehát én így főzök. Gere Attila egyszer azt mondta, volt egy ilyen buli, elég sok buli volt. Azt mondta az egyik buli alkalmával egyébként, hogy gyerekek, nézzétek meg a bírót, a bárány paprikást is az acskóba főzik. Úgyhogy, és ugye egy nagy bográcsba főztek, úszkáltak az acskók. Ugye? Na most, ennyi az egész. Még ráteszünk egy picit, hogy gyorsabb legyen. Ezt kidobjuk. A konyhán van egy fantasztikus kifejezés, úgy hívják, hogy mise en place.
ez azt jelenti, hogy a konyhán mindig mindent ugyanoda teszek vissza, és rend van. A Gordon Ramsay, ezt a idétlent ezt mindenki ismeri egyébként egy jó séf, hozzá kell tenni, ugye, azt szokta mondani, hogy zavaros pálya, zavaros agy. Tehát itt is rendnek kell lenni, és itt is rendnek kell lenni. Úgyhogy ennyit tudunk így megmutatni ezekből a dolgokból. Úgyhogy a következő része ugye, a Kalla Kálmánnak a receptje van önöknek kiadva. A Kalla Kálmán egy fantasztikus séf volt. Az én korosztályomból azt hiszem, hogy talán az egyik, nem az egyetlen, de sokan nincsenek sajnos, akik megértették a modern időknek a szavát, és újszerűen kezdtek el gondolkodni. És a Kálmánnak volt egy paprikás csirke receptje, ahol a csirkének a mellébe visszatöltött, mi úgy hívjuk, hogy prád, ez egy darált csirkehús egyébként különböző fűszerekkel és tejszínnel, ugye, de ezektől megint nem kell annyira elájulni, mert nem azért, mert a Kálmán csinálta, hanem azért, mert ennek gazdasági okai vannak. Tehát ugye a csirke mellett, aki már dolgozott csirke mellett, van benne egy ilyen nyúlvány, ami mindig leesik. Ugye? Ezt levesszük, és utána csinálunk ebből egy ilyen fűszeres akármit, mondjuk, hogy fasírtot, így mindenki érti, és akkor utána ezt fogjuk és visszatöltjük. Tehát nem dobjuk ki, nem csinálunk belőle csirkebrassóit, amit utálok, ugye, hanem megfogom és visszatöltöm, és egyszer csak megjelenik egyébként ez az egész a pörköltben, ugye? Ha rajta hagyjuk a szárnyát, akkor úgy hívjuk, hogy szüprén. Úgyhogy a paprikásnál pedig el lehet kezdeni játszani, ugye? Amit most meg fogunk mutatni, meg rengeteg időnk van már. Okay. Hát még sokat nem beszéltünk. Rengeteg. Okay. És utána majd ti jöttök. Ja, jó? Ne, okay. nem kell de nyugodtan. Nem. De beszélni tudtok? Nem? Oké. Okay. Jó? Állítólag te azért nem vagy itt, hogy beszéljél, nem? Én most állítottam, hallgatom azt, amit ugye? A séf uram. Tehát azért a paprikás csirkénél egyébként ugye, amit most meg fogunk mutatni, ez az egyik a Kalla Kálmánnak a csirke melle, a másik pedig a csirke comb. A csirke combot, ugye, ma már kialakult egy trend. Ezt nem hiszem, hogy Bükkfürdőn is így van, de Pesten már igen. Azt mondja a pesti vendég, hogy azt, hogy elmegyek ez étterembe és jó az étel, ez természetes. 10 évvel ezelőtt nem így volt. 10 évvel ezelőtt a vendégek abba az étterembe mentek, ahol rendkívül jó volt a kaja. Ma már ezt természetesnek veszik, azért mennek az étterembe, hogy valami más élményt kapjanak. A más élmény egyébként a geg. Azon kívül, hogy jó a kaja, valami hülyeséget oda kell nekik nyomni, hogy emlékezzenek rá egyébként. Ezt a hülyeséget próbálom most itt nektek eladni. Ugye a csirkének a combját, azt mondja, hogy egyet kiveszünk, egy ilyen imitált hülyeséget. Azt mondja, hogy a csirkének a combját egyébként fogjuk, és... Ennyi. Így van. Jó, oké. Tehát a csirkének a combját fölül, ahol a csont van, körbevágjuk, és alul is. És rendesen odarakjuk egyébként főzni, mint egy csirke pörköltet. Majd amikor elkészült, ugye, akkor kivesszük a csontot. Ezt veszed így közben? Jó, oké. Jó vagy? Jó, szóljál, jó? Oké. Tehát itt van a csont nélküli csirke comb. Oké. Majd fogom, és főzök egy fehér répát, vagy egy sárga répát, és mivel, mint látjátok, a szex összefügg az étellel, beleteszem, ugye? Stabilan. Tehát, ugye? Ez a fiataloknak könnyebben megy, mi egy kicsit kilódva csináljuk, de még meg tudjuk csinálni, hála jó Isten. Ugye ez az egyik variáció. A másik variáció egyébként az, hogy fogom, és ugyanezt a műveletet elvégzem egyébként békacombbal. A békacombot nyersen teszem bele, mert a melegítésnél pont annyira fog megfődni, amennyire kell. Ha hiszitek, ha nem, egyébként, ugye ez egy csirke pörkölt, ugye? Na, ezért jól főzök. A békacombot a
A cuki! De ott jó pofizdál. Helyesen él. Cukit 30 éve ismeri, azt a kis kopasz dagadt, tényleg szépen. Semmi, így van. A csirkecombot, a vendégek 70%-a, vagy azért a békacombot nem veszi észre, hogy benne van. Tehát ugye annyira beleolvad az egészbe. Tehát amikor azt mondjuk, hogy békacombot rakok a csirkecombba, akkor mindenki rosszul van, hogy nem. Észre se veszi a hülye egyébként, hanem mondom. Ugye? Tehát a békacomb belepasszol egyébként a csirkehúsnak a világába. Tehát ezért fantasztikus a dolog. És ezentúl kezdve egyébként nincsen semmi különösebb dolog egyébként. Majd itt még egy kis kóstolós hülyeséget csinálunk. Ugye körülbelül egy pár héttel ezelőtt, ez nem most, hanem San Sebastián előtt, rendet csináltam otthon. Új házba költöztünk, sokszor előkerült, ugye, és édesanyáméknak, vagy olyan is édesanyám, a faternak ilyen rendkívül nagy lemez gyűjteménye volt. Ez most Kovács Apollóné egyébként, az öreg minden délbe izét hallgatott ilyen magyar nótát. És gondoltam, hogy erre tálalom meg az ételt. És szerintem bejött egyébként ez a dolog. A San Sebastiánban úgy adtuk elő, ugye, hogy ezek a spanyoloknak van egy ilyen festőjük, úgy hívják, hogy Salvador Dalí. Ugye akkor, amikor nálunk a Bokbisztróban, amikor már a séfurak ezt egyébként tudják, hogy amikor az ember kilódik, hogy mi a tudok még rárakni, hogy valahogy kinézzen, de már nem jut semmi új az eszembe, de szeretnék egy, mert innovatív vagyok, szeretnék valami újat mutatni. Ezáltal mi azt gondoltuk, hogy amikor semmi nem megy, hopp az anyád, így, ugye? Akkor azt csináljuk, hogy fogom a mártást, és akkor csinálok egy ilyet, tehát egy ilyen crisscrust. Kész. Áthúzom. Ugye? Ugye ez vagy Picasso, vagy Salvador Dalí, ugye? De mivel engem az édesanyám hívott csak egyedül úgy, hogy Lali, mert Lajos vagyok, soha egyetlen egy nőm se hívott így egyébként, negyedik feleségemet emésztem, jelentem. Tehát ezáltal ezt a szisztémát elneveztük Salvador Lalinak. Most ezáltal San Sebastiánban, amikor ezt megmutattuk, hát ott azért sokkal nagyobb siker volt, mint itt egyébként, hogy elnézem. Oké? Okay. Tehát akkor, amikor egy ilyen fajta ilyen maszatolást láttak a tányéron, akkor ez egy nagyon, nagyon komoly dolog. Ezt úgy hívják, hogy Salvador Lali. Tehát és ilyenkor fogjuk, és akkor ráteszünk egy ilyet. Tessék. Ó, én ezt gyerekkoromban tudtam volna, hogy a maszatolás Salvador Lalinak hívják. Így van, fontosan. Nem kaptam a gyakorlást anyámtól, érte? A maszatolás az később jött neked be az életedbe, érted? Amikor a csajok leszaroztak egyébként, ugye? Tehát azt mondták, hogy öcsi. Nem volt ilyen. Múlt héten se volt? Hát igen, úgy hallottam, mint hogy héten azért békáson nem vágtad volna ki a leszet. Így, oké, ennyi. Oké. És akkor azt mondjuk, hogy egy ilyen picikét ide teszünk. Absolutely. És ez az absolutely, ez onnan jön egyébként, hogy hát ugye én abszolút hülye vagyok, mert nem tanultam meg angolul. És így. Ez így. Hagyjuk, ha dessen le, tegye meg a fene. Így, oké? Okay? Tehát, így tálalunk meg egy kicsikét. Ugye, ha most önök kapnak egy ilyen paprikás csirkét valamelyik vendéglőbe, kizár dolog még, ha rossz is, hogy ne emlékezzenek rá. Vagy valami, emlékeznek rá, vagy valami. Az egy fantasztikus dolog, hogyha ez a része még jó is egyébként. De egyébként ez az absolutely, ez onnan jön, ugye, hogy kint voltam Szingapúrban egy pár hónappal ezelőtt, és én hülye, ugye, mivel hogy nem tanultam meg angolul, tartottam egy ilyen bemutatót, ahol egy rendkívül szimpatikus, egy ilyen 45-50 éves hölgy egyébként, ahol minden mű volt, de rohadt jó volt megcsinálva egyébként. Ugye, kicsit kontaktba kerültünk, és eljött egy ilyen gála vacsorára, és odajött hozzám, és azt mondta nekem, hogy volt egy, gondolom, egy két-három sor előtt, amiből semmit nem értettem természetesen, vagy valami, és azt mondta, hogy tonight program. Mondtam,
Ez bizony ma akciót akar. Mondtam a tolmács gyereknek, hogy ezzel a követségem, mondom, gyere ide, egy intim dolgot kell fordítani, mondom. Vajon, mit akart a hölgy? Hát, hogy az a kolbász fagylalt a mai esti programban nincsen benne, amit két nappal előtte mutattam. Tehát ennyit a nyelvtudásra egyébként. Úgyhogy, tehát ez a lényege itt most az egésznek. A következő mozzanat, közben valamit, kukorékolják közben, mert így csak állsz itt, mint a hülye. Nem, én nagyon nyertem. Amikor valaki ennyire lendületben van, nem is ilyen jókat mond, védjétek be. Próbálj megállítani. Nem is akarlak. Hát ez baj pedig. Ezért kapod a lóvét, hogy megállítsál, nem? Nem, azért, hogy itt show legyen, és most van show. Így van, pontosan, akkor viszont kérem a felét, jó? Oké, na, a következő egyébként, amit meg fogunk mutatni, ez úgy mondjuk, hogy egy hamis szarvasgomba. Én úgy szoktam az ételeket kitalálni és különböző dolgokat csinálni, hogy rengeteg újságot és szakácskönyvet lapozgatok. Hozzád soha nem lopunk, soha nem másolunk, mert az nem hiteles. És ezt nagyon komolyan mondom, tehát mindig az ötletet, valamit, én vizuális ember vagyok, tehát hogyha ide nézek jobb oldalt, ugye, jó kerekség van, ugye erről nekem vizuálisan komoly elképzeléseim vannak egyébként, ugye? Tehát... Gyere, Bence! Tehát, abszolút, jó, igen. Tehát vizuálisan tudok alkotni időzelben, ez nagy szó egyébként, hogy alkotni. És láttam egy ilyen képet, ahol egy szarvasgomba volt lefényképezve, és én arra gondoltam akkor, mert az embernek egyébként nem kellett nagyon elájulni, de bizonyos dolgokra rááll az agya. És arra gondoltam, hogy amikor én gyerek voltam, akkor mikor kaptunk lubvalmat, és kidurrant, akkor gondolom, hogy emlékeztek rá, hogy így beszívtuk a lubvalmat, és így megcsavartuk. Ugye? Ugyanezt a formát meg tudom csinálni ezzel a folpakkal. Én a szarvasgombát egyébként tarhonyából csinálom meg. Kicsit olcsóbb, mint szarvasgombában. Így van, pontosan. Szarvasgombának 10 grammja annyi, mint egy hasznás. Csak ebbe, gyerekek, az a trükk, hogy ugyanannyit kérek érte, mint a szarvasgombája. Hogyha ez, ugye? Tehát, így van. És tehát, hogyha erre rájössz, akkor látszik, hogy ugyanúgy néz ki, mint majdnem egy szarvasgomba. Ezt fekete tinta halfestékkel megfestjük, jutúróval és egy kis szardella pasztával ízesítem, és innentől kezdve működik a dolog, megint van egy geg. Tehát, adok egy békacombos paprikás csirkét, azért megmutatjuk a trükköt az egészbe. Így. Jól. Viszi, milyen a fotó, jó? Szóval, jó, szuper, jó, oké, jó. Mondjad, hogy jó. Oké, és akkor ez a része is működik a dolognak, jó? Na! Még mindig van egy, több mint egy fél óránk, mi a lószart tudok megmondani. Oké, na most ti jöttök. Tessék. Kóstoltatni fogunk majd egyébként. Kóstoltatni fogunk, de csak a végén, de jó? Csak a végén, jó? Nehogy azt higgyetek, hogy csak úgy ingyen kaptok bármit. Meg kell dolgozni érte. 19.50-kor lesz majd a kóstoltatás. Így van, pontosan. Na, tehát. Elég sok kérdést átgondoltunk, hogy mit tegyünk fel neked, de na. Az az igazság, hogy itt most elvitted a sót, úgyhogy... Igen? Azért próbálkozzál, jó? Mi lenne, ha elküldenénk a férjedet, haza egy kicsit, jó? És akkor hát, ha szabadabb lennél egy kicsit, na? Nem? Na mondjál, beszélgetsünk. Nem, csak az jutott eszembe, itt közelben van egy strand. Igen? Ugye Bükkfürdőn vagyunk. Igen. És nagyon-nagyon irigy vagyok most a Palatinusra. A Palatinusra? Hát nézd! A Palatinusra ne legyél irigy egyébként, az a büfés legyen irigy, aki itt van Bükkfürdőn, és nincs annyi forgalma, mint nekem a Palatinuson. Úgyhogy az irigy lehet egyébként, a ficet félretéve egyébként. Az utóbbi egy vagy két évben a számomra úgy hozta az élet, hogy azt próbálom bebizonyítani egyébként, hogy egyszerű ételekkel is lehet sikert aratni. Tehát lehet egy marha pörköltel, egy borjúpaprikással, egy szalontüdővel, egy rántott hússal sikert aratni. Most a Palatinuson egyébként a párizsi szendvics a nagy siker, ami egyébként onnan jött az ötlet, hogy van egy társam egyébként a piacon, úgy hívják, hogy Forgács Zoli, 20-valány év óta ismerem, és kint volt Olaszországban,
Hazajött és azt mondta, hogy képzeld el, hogy grillen sütött mortadellát ettem. És akkor azt mondtam, hogy hát nekünk nincs mortadellánk, a párzsit nem szeretném grillen sütni, de kitaláltunk egy ilyen az amerikai szendvics szisztémával egy párzsist. Azért ez nem volt olyan könnyű a dolog, ugye, mert az emberek, ha tetszik, hanem itt is az itt ülők embereknek a nagy része egy kicsit snob. Én is az vagyok. Tehát az egészséges snobizmus rendkívül jónak tartom. Elkezdtünk csinálni a párizsi szendvicset, ami a következőképpen néz ki. Nekünk ez nagyon fontos egyébként, bármi furcsa. Tehát ugye ez pont főleg onnan érzem, mert a fiam az ezeket a szar mű zsömléket szereti, tehát hiába próbálok neki, neki nem, ez nem ízlik vagy valami, de egy kovászolt, félbarna kenyérből egy ekkora szelet meg van pirítva, egy jó majonézzel meg van kenve, friss újhagyma, egy szelet 15-17 dekás párizsi, ilyen vastagra vágva, szabálytalanul, tehát minden ízni van, és hozzá van téve egy kis főtojás, egy kis kovászolt uborka. És én ezt a rendkívül jónak tartom. És amikor ezt elkezdtük árulni, akkor jöttek a vendégek, ugye? A vendégek, az így, következőképpen zajlott a dolog. Mit? Van valami szendvics? Mondtam, Párizs is. Elhúzta a pofáját, azt mondja, rántott karfiol, mondom, nincs. Rántott sajt, mondom, nincs. Hot dog, mondom, nincs. És lesz, mondom, nem. Azt mondja, és miért nem lesz? Mondom, azért, mert utálom. Ugye ezt nagyon megbántam egyébként, ezt a kijelentésemet, amit csináltam, mert akinek ezt mondtam, az egy ilyen 35-40 éves hölgy volt, egy 7-8 éves kislánnyal, és a kislánynál láttam, hogy lebigyen a szája szegénynek, mert ő minden szerette. Mondtam, hogy lehetek egy ilyen büdös bunkó egyébként, hogy egy ilyen gyereket így tönkre teszek, vagy valami, és ezek a sikertelenségek egyébként olyan másfél hétig mentek, majd jöttek az újságírók, a bloggerek, ők is be voltak ettől ájulva egyébként, és ezt a cukival szoktuk egyébként mondani, hogy mi csinálunk valami új kaját, azt mondja, a cuki imádja a káposztát egyébként, ugye? Azt mondja, tegyünk bele a káposztát, tessék a... Ugye? És én is el vagyok ájulva egyébként, tehát a káposztától, de rá kell jönnünk arra, hogy azt, amit mi szeretünk a szakmailag, tehát amit a séfek szeretnek, az nem biztos, hogy a közönség is ugyanúgy fog reagálni rá. De most egy pozitív dolog volt, mert miután a bloggerek és az újságírók megírták, hogy milyen marha jó ez a párizsi szendvics, szépen elindult az egész. Egyébként a párizsink, ugye, amire megint odafigyelünk, ugye mindig ez egy nagyon fontos dolog egyébként, ugye, hogy nem egy ilyen kommerszart adunk, ugye, hanem az én párizsim, amit árulok, az körülbelül ekkora. Ilyen hosszú, és marha bélbe van töltve, teljesen szabálytalan, és 98%-ban vagy 99%-ban hús. Nincs benne adalék, vannak benne fűszerek. Persze a sok hirigy egyébként, meg a sok kis hülye tetű egyébként beírta, hogy biztos, hogy ez biztos, nem, nincs benne. Lefényképeztük, és közzé tettük egyébként, a Jókutit támadták meg vele egyébként. András elkezdett védekezni, de utána elküldtük, hogy a fűszereken kívül csak hús és szalonna van benne. És ez egy nagyon fontos dolog egyébként. Valami. És egészen más íze van. És mit ad az Isten, miután ezt közzé tettük, és az újságírók is megírták, hirtelen elkezdett ízleni egyébként ugye a pár ez szendvics, vagy valami ilyen érdekes. Tehát, hogy így rávezetek az embereket, így van, pontosan, igen. Tehát, hogy és erről mondom azt, hogy igenis, lehet nevelni a közönséget. Én imádom egyébként. Imádom osztani az észt, imádom egyébként leszúrni a vendéget. Ugye nálunk az étteremben a vendég nem főz. Ez önöknek biztos, hogy egy furcsa dolog lesz most itt. Tehát önök elmennek, gondolom én itt egy étterembe, és akkor önök azt mondják, hogy kérünk egy csirke mellett, és elmondjátok, hogy milyennel, vagy valami. Maradj ott, ahol vagy, mert még én vagyok itt, jó? Oké? Okay, jó? Oké? Okay. Majd utána, jó? Oké? Okay. Bátor vagy. És kérlek szépen, és ugye a vendég nálunk nem főz. Tehát ami ételt én kitalálok, azt az ételt kénytelen megenni. Nem vagyok hajlandó változtatni rajta, mert azt az ételt én találtam ki,
lenelőjett a gyerekek. Hogy, ugye, azt én találtam ki, nem vagyok benne biztos, hogy a vendég jobban szeretné, hogyha megváltoztatná. Erre egy nagyon jó példám van egyébként, a számomra egy rendkívül pozitív, szimpatikus család jött be, egy ilyen 20-valahány éves lányjal, a lány gyönyörű volt, ilyen széles vállal, kerek seggel, gyönyörű cicikkel, majd azt mondta, hogy csirkemell van? Mondom, van. Azt mondja, kérek egy csirkemellet zöldborsóval és gombás izzsel. Mondom, sajnos azt nem tudom megcsinálni. Azt mondja nekem, hogy hát azt mondta, hogy van csirkemell. Mondom, igen. Hát én azt hittem, hogy jó poént mondok, de hát megsértődött legyen meg a szívét egyébként. Ugye azt mondta, hogy mondom, két dolog nem fordul elő. Azt mondja, mi? Hát az, hogy ön főz, és én rendelek. Tehát a szakács az megálmodja ezt az egészet, kitalálja, hogy hogy van. Ha a vendég belevariál, akkor az a verzió jöhet elő, hogy valami szart összerak. Nem biztos, hogy sikeres. Lehet, hogy sikeres, lehet, hogy nem. Egyébként majd elmegy, és valaki megkérdezi, hogy hallom, hogy voltál a bokba? Az igen, és milyen volt? Az nem volt egy nagy szám. Ugye? De azt már nem mondja el, hogy ő állította össze az ételeket. Ezáltal, ugye, én nem engedem meg. Ma már. Hát ugye ebbe a korban most már szóval lesz arra, hogy egyébként megengedhetem magamnak. Ugye nem engedem meg, hogy a vendég főzzön. A vendég én úgy érzem, hogy azért jön hozzám, mert azt a stílust, azt az ízeket szereti, amit én csinálok, és ha ezt az ízeket szereti, akkor fogadja el ezt az ízeket. Egyébként ennél a fiatal hölgynél, amikor kimentem a placra, ugye csináltam neki egy zöldborsós risottót csirkemellel. És így folyt a száján a vaj, mondom, milyen az, hogy Isten. Soha nem tudta volna meg, hogy ez tényleg jó, hogyha hagyom, hogy ő megfőzze ezeket a dolgokat. Na, azt mondja, még mindig rengeteg időt van. De, na, most kihasznám az alkalmat, hogy levegőt vett. Remélem hideg kaját hoztatok, mert fél óráig ide be nem jöttök. Oké, jó. Lajos hozott egy filmet a Bocuse d'Orról, de az közben megy. Az nem a Bocuse d'Orról van, a San Sebastianban. A gasztronómiai káról van egyébként, ugye látjátok egyébként ott a Szél Tamást, a Szuló Szabinát, ugye a Bocuse d'Oros győztesünket, a Palágyi Esztit egyébként, sajnos, hogy nem halljátok a hangot, mert a Palágyi Eszti az egyik legvagányabb és rohadt csinos séfcsaj egyébként, aki imádja egyébként, hogy terrorizálja a fiúkat a konyhán, tehát ha hallanátok az egészet, ugye amikor ő valamit mond, akkor 8 fiú azt mondja, hogy yes, chef! Csak nézzétek meg az Esztinek az arcát, majd egyébként akkor az Eszti ilyen. Igen, azt mondja, igen. Megaláztam őket. Dominál konyhában. Tessék, így abszolút ugye a Mihályi Laci egyébként az egyik számomra is az legjobb cukrász az országban egyébként a Hanvas Zolival, és hát ugye ott a király, az meg én vagyok, úgyhogy hát ennyi az egyértelmű. Így van, úgyhogy San Sebastianben egyébként fantasztikus volt. Azért olyan nagyságok előtt főztem, mint az Alex Atala, aki Brazíliának az egyik legnagyobb séfje, és nem kellett szégyenkeznünk egyébként, amit ott megmutattunk. Egy paprikás krumpli koktélt mutattam meg egyébként, amit egy vizelet mintás csészébe tálaltunk. Ugye, remélem azért kiöntöttétek előtt. Igen, ugye, tehát ez egy ilyen laboredény. Megint a poén, ugye, tehát hogy az, hogy most egy paprikás krumplit összeturmixolok és különböző formában összerakok, ez mindenki egyébként azt mondja, hogy jó, nem egy nagy szám vagy valami. De ahogy beraktam egy vizelet mintás csészébe, és meg volt rétegezve a dolog, abban a pillanatban jött a poén egyébként. Ugye ezt 300-an kóstolták, úgyhogy jól jött ki az egész egyébként. Reméljük csak a poén jött, és nem a pavlovi reflex alatt. De egyébként, hogy mennyire fontos, hogy hogy adjuk el magunkat, ugye? Ez vagy szimpatikus, vagy nem, ugye? De ezután a gasztronomika, a bemutató után egyébként, ahol, amit látjátok, ugye 4-en vagy 5-en csináltuk a bemutatót egymás után, tehát 10-től 12-ig mi voltunk, utána volt egy sajtótájékoztató. A sajtótájékoztató ott volt ennek az egész fesztiválnak a szervezője, és szerintem 60-70-en voltunk, újságírók, és mondta, hogy szeretne akkor fölt, kinek van kérdése. Ugye mi úgy volt, hogy mi nem szerepelünk, tehát úgy volt, hogy a Zsidai Roy és a Csapodi Balázs fogja a sajtótájékoztatót adni, és mi már erősen pesgőztünk egyébként előtte.
De hát szóltak, hogy ez megváltozott a helyzet, menjünk be. Ugye? És hát, ha, de mondtuk, hogy azért kiülni nem ültünk az asztalhoz, ezáltal ott ültünk az első sorba, és jött a kérdés, ugye? Ugyanilyen kérdés fölrakadnék itt, és itt se rakja föl senki a kezét, egyébként teljesen mindegy, abszolút nem vagyunk ugye abszolút aktívak, és csend volt. És akkor rám nézett, mert ismert. És akkor azt mondtam, hogy fölálltam, magam is meglepődtem, hogy milyen frappáns beszédet mondtam, és azt mondtam a végén, hogy, és ugye spanyol és minden újságírók tévé ott volt, és azt mondtam, hogy nagyon tetszett, amit mondtam, egyébként, hogy ezt fordították, és mivel aránylag majdnem be vagyok úgy, ahogy vagyok, nekem tetszett ez az egész. A gyerekek 70 ember fölállt és megkapcsolta egyébként, úgyhogy így működött a dolog, ennyi. Csak. Fekete seregnek is nagyon na, tetszett, akik egyébként... Na, hol tartunk? Még van időm még osztani a kaját. Tessék. Fekete sereget, fekete akkor sereget. Szerintem most hívjuk fel egy lelkesen elkészítették a mai vacsorát, igen? Ami tehénhúsból készült. Van egy történelmi is. Ne haragudjatok, gyerekek, ne haragudjatok! Van pofátok egy ekkora kajával ide jönni. A gyerekek... Ennyi maradt. Lehet, hogy már csak ennyi maradt. 50 csirkét csináltam meg, ezek meg ide pofátlankodnak egy szelet kenyérrel. Nézd meg. Ennyi az egész. Nem mondod. Jó, ez de... már a maradék. Várjál, 60-70 adagot kiosztottál, akkor kasszíroztál is, nem? Nem ingyen osztottad? Ingyen. Akkor visszavonom, ingyen, akkor elnézést. Jó. Én kértem volna pénzt, de ne szarjál be. Mit hoztatok? Most tejét Miska posztába. Micsoda? Az a középkori nevelnek. Mi lenne, hogyha ezt elmondanád úgy, hogy értsük? Tején hús káposztával. De mit azt mondják? Marha hús káposztával. Nem. Tején hús káposztával. Miért? Mi a tehén és a marha között a differencia? Azért elmondom én ezt. Na mondjad nekem. Én parasz gyerek vagyok, mondd el. Abban az időben minden szarvas marha tején volt. Nem mondod. Még a kisbólyó is. És az ökör az mi az ökör volt, így van. Hát azt mondod, hogy minden szarvas marha tehén volt. Tehát az ökör az ökör volt, igaz? A bika megi bika volt, nem? Bika volt, így van. Na most akkor tehén vagy bika? Tehén. Belezavarlak, figyelj. Tehén, most nevezték. Igen? Abban az időben például úgy szólnak a receptek, hogy vegyél fiatal tehén húsát. A bóri hús is tehén volt. Az is tehén volt. Igen. Tehát nagyon sűrű fogyasztottak. Azért figyelj, én olvastam 1700-as recepteket. Ez mikor van? Ez mikor van? 1000-ből? 1400-as. Ki tudja azt nekem megmondani? Igen, azt, hogy te meg persze, hogy meg tudod mondani, de biztos, hogy hazudsz majd akkor. Oké, jó? Oké? Tehát ki tudja azt nekem megmondani, hogy 1400-ban mit gondoltak? Hát például volt egy történet Attila Bonfinnél. Nagyon sok magyar receptet lejött. Igen? Tehát nagyon sok szakácskönyv található ebből az korból már. Igen. Például a Csehországban, Bibliában, meg egyéb könyvtárakban szerepelnek ezekben a könyvekben, szerintem igaz, hogy német nyelven, többnyire vagy akinek. Ez a recept is a Bonfini leírása alapján. Igen, és jó is. Tessék meg most. Meg fogom kóstolni, mert figyelj ide. Szóval az az igazság, hogy ugye, és most akkor menjünk bele egy picikét a dologba, jó? Oké, na. Azt mondjuk, hogy vannak a régi receptek. Jó, persze. Az Isten nem tudja egyébként, hogy 1400-ban, hiába van meg a recept, hogy 1400-ban milyen ízű volt ez a kaja, mert nem találunk egyetlen egy öreg nénit, se egy öreg bácsit, akinek a déd nagyanyja vagy a nagyapja valamikor evett ebből a receptből. Ezáltal én úgy gondolom, hogy a régi ételeket ma már, és ugye, ebben még beleveszem egyébként Molnár B. Tamást is, a nagy okost, ugye? Aki azt mondja, hogy az 1700-as, 1800-as évek cifrai és különböző erdélyi receptekből még tudunk átmenteni valamit. Én azt mondom, hogy nem tudunk átmenteni, mert én azt tudom átmenteni, amit a dédnagymamám azt hiszem, hogy 1900 előtt született egyébként, és ő neki még ettem a főztjéből pici koromba. Tehát, ha az 1900-as évekből van recept, és az hasonlít a dédnagymamának a főszéhez, akkor legalább van valami itt a kis agyba elraktározva, hogy mégis milyen ízvilágnak kellene lenni. Mert ezt mindig azt szoktam mondani, hogyha te főzöl egy marha pörköltet, én főzök egy marha pörköltet. Teljesen más.
Nem volt marrapörzsöd. Nem volt marrapörzsöd. Mondja egy, ne kötözködj velem, mert mondok egy másik ételt, tessék. Az a lényeg, hogy ezt nem, valóban nem tudhatjuk, hogy azt akartam, hogy ez így van, pontosan. De sejtjük a módját, így van, így van. Azokat az anyagokat, amik akkor szerepeltek a receptekben, ugye nincs meg, hogy most mennyi pontosan, hogy képtek a 18 kg, vagy 5 kg, igen? De a saját ízlésünk szerint készítjük el. Így van. És olyan módon... És mi lenne, ha csinálnál egy jó ízét marhahús káposztával? Csinálhatok. Az a különbség közöttem... Ez készült? Ez van. Na várjál, én megkóstolom az anyát a 200-át. Én megkóstolom ezen, nem újjon a dolog. Itt a... Meg a háttér is. Ja, figyelj, én meg bebújok az asztal alá. Az alapkoncepciója az, hogy ez az étel nem tartalmaz paprikát, paradicsomot és később Európában bekerült fűszereket. Tehát olyan fűszereket tartalmaz... Hát egyébként maradjunk abban, hogy jó. Az olyan fűszereket tartalmaz, hogy gyömbér, a bors, amit ismernek, vagy sóhát, a sóhát a természetes. És a lényeg az, hogy a gyömbérnek használta. De ide figyelj, ott van egy kopasz barátom, keresztében nézd meg. Ott vigyorog, mint a tök egyébként. Nézd, a cipője, az jól láthatósági cipője van. Az a buzi sárga cipője van egyébként, nézzek, ide figyelj. Keresztében. Ez amikor néha a káposztát, de nagyon szeretem a káposztát, ugyanilyen. De jó, de jó. De ez bográsba készült, tehát tartalmaz a füstöt, ami a falval tüzelt füstöt is tízebb állt. Belekerül a gyömbér. Okhagyma, a lényeg. Gyömbér is van benne? Hogyne. És volt abban az időben gyömbér? Hogyne. Tényleg volt? Ez komolyak. Már akkor is megtudták, hogy ismerték a másik dolog, az egész műtés. Igen. Csak éppen azt mondja, hogy nem rántással, mert az még a nem tudja, hogy mi volt a rántás. Nem az, hogy kenyér déllel készítették el maga a sülítés. Abszolút így van. Azt tudjátok, hogy az osztrákok egyébként az alma mártást egyébként most is zsemlével sűrítik. Így van, hát akkor gyerekek. Tavaly például, ha itt tetszett volna venni, megkóstoltam volna. Nem hívtatok meg, gyerekek, az igazságot. Biztos sokba kerül a nem hívtatok meg. Tavaly bárányagot készítettünk sárga mártásra. Sárga mártás, az mi a sárga mártás? Az egy fogalom, egy álom. Nem mondod. A sárga mártás nincs meg a receptje. Akkor azt csinálsz, amit akarsz. Annak csak annyi van meg belőle, valami... Figyelj, ennél jobb recept nincs a világon egyébként, érted? Amikor azt mondod, azt tarok össze, amit akarok, de p***a jó. Akkor én már főztem ilyet, pedig nem értek. Mi is főztünk már ilyet egyébként, jó? Az a lényeg, hogy annak nincs receptje, mert... Főnök, egy kicsit izzad a kalap alatt, p***a. Melege van, mi? Plusz 10-15 fok, ugye? Tegnap beszéltünk róla a páncél. Egyébként, gondolom azért hittem bennünket, egyébként igen. Finom ételek készülnek. Igen, és szorgalmasok vagytok. De szerintem biztos az is benne van, hogy ingyen adjátok. Nem, nagyon szeretik a látogatók, a történelmi és gasztro udvar érdemes felkeresni. Most már elfogyott. Akkor itt kell maradni hónapig. Jó. Holnap már nekem rakjátok ezt félre, és végeztünk, akkor itt és akkor megkóstoljuk, jó? Na, oké. Na, köszönjük szépen. A fekete seregnek, most már nagyon finom étel van. Köszönjük. Elnézést, gyerekek, csak szórakoztunk, jó? Oké. Jó. Na mi van, öcsém? Fogjál rendesen kezed, na? Na, további szép estét, így van. Köszönjük szépen na, a fekete seregnek. Közben bocsánat, én a szomszéd színpadnak a színpad mesterét, hogyha esetleg ide tudna jönni a közelbe, hogy kell-e olyan zenés hangolásra időt hagynunk, hogy a Nova Kultúr zenekar pontban el tudja kezdeni 8-kor a koncertjét, mert erre mindig nagyon figyelnek a szervezők, hogy akkor azt jelezzétek majd nekünk, köszönjük. Jó, addig viszont kóstoljunk valami. Nézzük meg, hogy mi a lótúrónak dumáltam eddig, tessék. Figyeljétek meg, figyelj. Van-e kérdés? Mikor lesz kérdés? Sokot kaptak a nézők, most ez nem tudnak kérdezni. Mikor lehet kóstolni? Ezt szeretem, amikor ilyen aktívak egyébként, például. Nem? Senkinek egy rohadt kérdése nincsen? Például, miért iszok ennyi bort? Ott a hölgy. Tessék! Mennyi tejföl van benne? Miben? Paprikásban? Ha mennyi kell?
Ja, erről már volt szó, ez a csipetcsó, meg amennyit felvesz, etc. Tehát ezek nálunk az üzletben van egy szisztéma, hogy mennyi kell bele. Addig rakjuk bele, amíg jó nem lesz. És ez tényleg így van, most viccet félretéve. Tehát ugye, az, amikor elkészült az egész, onnantól kezdve nincs variáció. Tehát bármilyen furcsa, mi úgy szoktuk csinálni, hogy van olyan szakács, aki jól tud főzni, van olyan szakács, aki jól tud tálalni, általában minden nem jön össze csak nálam. Ugye? Tehát mi mindent tudok. Ugye? Tehát azt mondom, hogy amikor összeállítottuk a receptet, ugye, akkor leírjuk. Közben folyamatosan írjuk. Azt mondjuk, hogy ez most jól sikerült, onnantól kezdve kireceptezzük, és onnantól kezdve mindenki kimér mindent. Milligramra, centiliterre, másodpercre. És onnantól kezdve működik a dolog. Tehát most elmondanék erre egy nagyon egyszerű dolgot egyébként, jó? Van egy kislány nálunk a piacon, aki egy ilyen fél éves stewardess tanfolyamot végzett, az életébe még egy rántottát se csinált. Jött egy fantasztikus séf egyébként, ő úgy gondolta, hogy az, végig kivarva, ezt bírom egyébként, én is tetoválva vagyok, nem probléma. És mondta, hogy akkor ő mennyit kér. Hát sokat mondott. Mondom neki, hogy akkor csinálj egy, hogy bebizonyítja, hogy ő megéri ezt a pénzt. Csinált egy pirított májat. És akkor elkezdte ezt a variációt, itten séfek ismerik ezt a dolgot egyébként, hogy így. És akkor ugye bűvészkedett minden, már ott láttam, hogy kemény a máj, keserű a paprika, úgy, ahogy szar az egész. Mondom neki, kóstold meg. Becsületes volt a gyerek, mert azt mondta, hogy tényleg keserű, ezért jó. Megcsinált még egyet. Majd utána azt mondtam, ide figyelj, most mutatok neked egy 19 éves kislányt, aki még az életében nem főzött, de tudja a receptet. A recept a következő. Van egy merőkanál, amelyeket egyébként otthon egy köszörűkővel, vagy egy izéval, csiszolókővel le kicsinyítek pont annyira, amennyi kell egy adag májhoz. Tehát nem adom meg azt a sanszot, hogy fél adag kanál, vagy nem. Pont egy kanál. Ki van mérve, meg fölrakja az indukciósra, 8-as fokozatra. Beleteszi a májat, ami ki van mérve. Amikor elkezd színeződni, akkor megkeveri, és ott vannak oda készítve a cuccok. Azt mondja, hogy két kanál hagyma, ráteszi a tetejére, szétkeni. Utána fogja, itt vannak a fűszerek. Mindegyik fűszerben akkora kanál van, amelyikből egyet kell rakni. Tehát megfogja, szépen rárakja a tetejére, mindezt elvégzi, semmi más nem csinál, mint fogja, megkeveri, és készen van a máj. Mondom, a Gábornak hívták a gyereket, mondom, Gabi, mit szólsz hozzá? Azt mondja, azt hiszem, hogy nem fogok itt dolgozni. Ugye? Ennyi. Nagyon szép, még szóval bocsánat, hogy szabad ne feled, de most kaptuk az információt, nagyjából 5 perc van el kell, hogy időn összeáncsek. Igen. És még van egy nagyon finom borunk, amit kérem, sőt, hogy szervírozzunk. Sőt, kettő. Akkor elkezdünk szerintem tálalni. Tálalni, illetve bort kóstolni. Vagy bort kóstolni. Hát bort azt majd én kóstolok, ti nem is kaptok semmit. Ennyi az egész, így van. Azért választottunk rögtön kettőt a receptkártyán, egy Bock & Roll bort ajánlottunk, ez egy világi. A Bock & Roll az ugye az a Bocknak egy ilyen küvéje. Cuki, milyen a Bock & Roll? Iható, igen. Itt a borhálóból igen. Kérjük Csabit, hogy hozzon belőle nekünk kóstolót, hogy mi is átéljük ezt a katarzist. Igen. Illetve említetted, hogy ehhez egy rozé bor illik leginkább. Én ugye gondolkodtunk arra egyébként, ugye, hogy mi illik ugye egy paprikáshoz. A paprikáshoz és a körkölthöz ugye vannak klasszikus dolgok egyébként, amikkel nem kell variálni. Ez a kadarka, a kék frankos és az oportó, ugye? Ugye akkor beszéltünk róla, hogy ez nincs, ugye? Tehát van a Rock & Roll, amiben egyébként van kék frankos is, semmi probléma. Mit? Vastag, így van, igen. És drága, igen, ugye? Ezáltal, ami a pörkölthöz, halászléhez és a különböző dolgok azért, az mindig a rozé. A rozé az megy mindegyikhez, és bármi furcsa,
ugyanez megy fröccsbe is. Ezt a borászok nem szeretik egyébként, hogyha az ő borukat egyébként fröccsbe kínáljuk, de bizony, főleg ebben a nagy melegben, ezekhez az ételekhez fröccsöt is lehet adni, ezáltal meg tudjuk mutatni ehhez az ételhez a rock'n'rollt, és ugye Duzsinak a fesztiválnak a bora, ráadásul egy kék frankos rozé egyébként, tehát ugye azt, amit nem is tudtam, hogy kék frankos, bocsánat, elnézést, tehát a kék frankos tökéletesen passzol ezzel az egészhez, jó? Úgyhogy szerintem, mivel sikerült kibeszélnem ezt az időt egyébként, ezáltal szépen elkezdjük tálalni az ételeket, jó? Mi gyorsan mutassuk be a bort! Mutassuk be a bort! Kit érdekel a bor, amikor tálalunk? Itt érdekel a tálalás, a bor, amikor tálalunk? Pontosan. Egy kék frankos rozé, a Duzsik Tamástól Szekszádról. Értelemszerűen friss, tavalyi évjárat, rozénál csak a friss borokat, az új borokat tudjuk igazán élvezni. Ez nem először nyert ebbe az évben fesztiváldíjat, ez a Rosália Fesztivál Budapesten ugyanúgy a fesztivál ura lett. Nagyon finom, ropogós, gyümölcsös frissbor. És hát annyit még erről a fajtáról, hogy Duzsi Tamás, aki csak egyszerűen a rozé királyként ismert Magyarországon, hát az ő személyes véleménye az, hogy a rozénak igazán a szekszári borvidéken a kékfrankos fajta, ami legjobban megfelel, az tükrözi leginkább a termőhelyet. Igen, ugye tényleg ez így van, de egy valamit még, ez egy érdekes dolog, ugye Magyarországon, ugye amit mondtál, ugye, hogy természetesen friss rozé. A franciáknál szinte ilyen olyan, mint az ötös lottó, hogyha néha találunk friss rozét egyébként, 2-3 éves rozékkal dolgoznak, nálunk kialakult ez egy reduktív. Igen, nálunk kialakult ez a reduktív, friss rozé változat egyébként, és mi ezt szeretjük egyébként, ezáltal, mivel itt kóstoljuk, ez itt nyert. Mindenképpen nyert. Abszolút. Ugye, és akkor ez az a fajta rozé, akkor én még hozzáteszem, most próbálok pöffeszkedni egy kicsit, ugye? Hogy hagymahéj színű, ugye? A másik variáció egyébként, ugye amikor ilyen epres és egy ilyen rózsaszín színű egyébként, és az epres rozénál egyébként azt szoktuk mondani a cuki nem szereti ezeket a rozékat egyébként, hogy pacsuli. Ugye? Tehát, hogy egy ilyen illatos, nagyon rizé, ez biztos, hogy nem olyan lesz egyébként. Ezen látszik egyébként, nem parfümös, nem pacsuli, ez egy rendkívül jó rozé. És ez egy nagyon szép végszó is szerintem, így a... Igen, mert el fog indulni a szomszéd színpadon a Száncsek. Kedves egészségükre, és akkor hamarosan lehet. És amit még ennél észre kell venni, ugye egyébként, hogy a széndioxid rendkívül pont mutatkozik rajta egyébként. Így azra a szinten van, ami jó. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Jó, oké. Előre köszönjük a kóstolót. Egészségek. Akinek van pofája ide jönni, nyugodtan jöjjön és lehet enni. Halkan fogunk most már működni tovább, úgyhogy szép csendben megesszük azt, amit jó. Bíró Séfi elkészített. Kétféle variáció lesz egyébként. A csirkecombot fogjuk adni egyik variációban, a másikban pedig a csirke mellett. Jó. Egy icipici türelmüket szeretnénk kérni, amíg kitálaljuk, jó? És akkor segítünk a... Szerintem... Jó, oké. Okay. Séf urak, nem segítünk, mert szerintem ne rontsuk el. Jó. Én maradok, én lelki, oké, okay, mentem. Hát, hogyha most itt a kamerát figyelnék egyébként, ugye? Egyszer csak úgyis elmegy a hangon. Már el kellett. Azt mondja, hogy a kamerát figyelnék, ugye, hogy... Ugye, ez még csak annyit mondanék, hogy Szingapúrban akkora volt a békacomb, hogy nagyobb volt, mint a csirke. Egyébként, ugye, és... Tehát ezt így fogjuk adni, a csirkecombot, ennyi, jó, ugye, és remélem, hogy rá meg fogják érezni egyébként, hova raktam a izét, a zöldet, itt van, így van, meg fogják érezni azt, hogy milyen az, amikor egy ilyen krémmártást kapnak, jó, szerintem kezdjük el, ez szépen lassan. Én segítek tálalni, jó, kérlek. Tálalni nem, de szerintem mit? Felszolgálni akkor inkább, úgy mondanám. Hangunk hamarosan eltűnik, úgyhogy szép csendben dolgozunk tovább. Köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük ezt az isteni ételt is. A gyerekek, mindig szoktam, hogy ezért a pénzért minden évben eljövök.
költözkedek.